A századik válogatottságát ünneplő Harnics Ákos köszöntésével indult a mérkőzés, amelyen a vendégek azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést. Az első percekben jól őrizte kapuját a magyar csapat, a hatodik percben azonban Bálsarov egy villanás után megszerezte a vezetést a vendégeknek. Egy perc múlva megduplázták előnyüket a spanyolok, egy szöglet után Márti lőtt Matkovics kapujába. A 9. percben egy szép akció végén Castellano volt eredményes, 0-3-ra módosítva az állást. A 14. percben szépített a magyar válogatott, egy baloldalról belőtt labdát Lacsák Bence vágott a spanyol kapuba. A félidő utolsó percében újabb gólt lőttek a vendégek, egy szögletet követően García volt eredményes. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, de a 34. percben újabb gólt lőttek a spanyolok, Bálsarov szerezte saját maga második, csapat 5. gólját. A végeredményt egy szép összjáték után a szintén duplázó Márti állította be a 36. percben. Egyértelműen jobb védekezést vártuk a mai mérkőzésen. A számok alapján ez nem történt meg, de az is igaz, hogy spanyolok talán még jobban játszottak, mint tegnap. A második meccsen is gólszerző Lacsák Bence szerint az eredménytől függetlenül javulni tudtak az első mérkőzéshez képest. Fáradtabbak voltunk, vagy lemeccs a lábunkban volt, 24 órás volt két meccs között, úgyhogy fáradtabbak voltunk, nehezebben, mert a bemelegítés is, de amiket megbeszéltünk a meccset, azokat majdnem sikerült betartani, és olyan buta hibákban nem kaptunk gólt, mint tegnap. A világ legjobbjaira mindig nagyon nagy élmény játszani, és sokat lehet tőlük tanulni, fejlődni, az ilyen meccsek mindig nagyon hasznosak a felkészülésben. Abszolút érződik, hogy ők más szinten futballoznak, más sebességgel játszanak. Jó meccsek voltak, sokat lehetett belőle tanulni, és majd reméljük hasznát veszik az EB-selejtezőknek. A magyar válogatott tagjai közül egy játékos szerepel Szabolcs-Szatmár Beregmegyei csapatban, Nagy Imrét Nyír Gyulajból válogatta be a szövetségi kapitány. Nagy élmény volt számomra a világ egyik legjobb csapata ellen játszani. Meg is látszódott a mérkőzésen, hiszen sajnos 6-1-re, illetve 5-1-re kikaptunk. Elég sokat kellett futni, így, de nagyon számomra, hogy ellenük játszottam. A magyar futszál válogatott jövő év áprilisában Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina és egy előselejtezőből érkező csapattársaságában játszik selejtező tornát, amelynek tétje a 2018-as szlovéniai Európa-bajnokságra való kijutás.